Hát szép jó napot a mai napon is. Több dologról szeretnék változtatni. A tegnapi nekem bejött ez a két lámpás és húzásos dolog. Úgyhogy az első, meg ez a hátteres dolog, aztán írjátok meg, ha nektek nem. Az első krízis helyzetekben lelki segéd lett, ebből húzunk még egyet. Ezzel kezdem mostantól. Jaj, fejjel lefelé. Az igaz szerelem azt jelenti, hogy a másik ember boldogsága fontosabb számunkra, mint a sajátunk. Ez a mai ilyen segédlet krízis helyzetekre. És ugye hát a legtöbb a szeretetre vonatkozik, mert a szeretet a legmagasabb energia, úgyhogy valószínűleg arra vonatkozik mind. Szeretném az összeset végigpörgetni, az összes kártyát, ezért ami eddig volt kártya, legalábbis ami a tegnapi nap volt, azt félreteszem mind a két fajtát, hogy hát ha valami újat volt, vagy hát biztosan újat ott, mert azt kivettem. Úgyhogy, és most is kettő darab lesz, ugyanúgy a narancssárga meg a lila lámpa közül tudtok választani. Egyébként ez mindjárt elalszik, na mindegy, pedig már kijöntöttem a fölösleges viaszt, de hát ezek szerint nem sikerült. Egyébként ezek a zenék itt a háttérben azért választottam, mert egyrészt nagyon tetszenek a képek is, hoppá, bocsánat. Mindjárt itt leverem. Egyrészt nagyon tetszenek a képek is, másrészt a zene is, és ilyen jó hangulata van, jó energiákat áraszt, legalábbis nekem tetszenek. Ha a zenét akarok hallgatni, akkor idegesít, de ilyen háttérbe menetelésnek szerintem tök jó. Úgyhogy én legalábbis így, amikor mondjuk takarítok, vagy ilyesmi, és nem hosszú ideig, nem akarok fölpörögni, de inkább ilyeneket teszek be, főleg, hogyha valami monoton tevékenységet végzek, amire oda is kell figyelnem, és utána kevésbé fáradok el, kevésbé vagyok ingerült. Úgyhogy én ezeket szeretem. Na nézzük. Akkor most csináljuk úgy, hogy ez a lila, aki a lilát választotta, az már tudhatja. Mindjárt megnézzük, mi az. Ez a narancssárga, a képeket láthatjátok. Aztán ez a segédlete. És mi lenne, hogyha csak egyetlen egy segédletet húznak mindegyikhez, és akkor az úgy tök jó lesz. Ha csak ki nem esik, esetleg van amelyik. Na, mely így belefér minden így. Na nézzük, aki a lila lámpát választotta, annak a fő feladata a mai napra a tisztítás és méregtelenítés. Mélységes szeretettel és tisztelettel kérünk téged, hogy méregtelenítsd becses és érzékeny testedet. Kívánságodra segíteni fogunk olyan életigenlő módszereket kifejleszteni, amelyek megbirkóznak a stresszel és enyhítenek minden fájdalmat, amely régi életmódot felszámolása során felmerült. Add át nekünk gondjaidat, aggodalmaidat és nyugtalanító gondolataidat, és érezd az újonnan megtisztított tested csodálatos üdvösségét. Én ennyire nem vagyok még nagy életmódváltó, de azt már én is felismertem, hogy a gondolatoknak milyen hatalmas erejük van. Segít ebben az életcél, a fő feladatban, a tisztításban és méregtelenítésben maga az életcél. Élete célja abban rejlik, hogy olyan módon szolgálj, hogy általa nagy örömet okoz önmagadnak és a többieknek. Ne aggódj azon, hogy megtaláld a célodat, ehelyett összpontosíts inkább a cél szolgálatára, és ezután az fog majd szolgálni téged. Ez a szolgálat, ez gyakran kijön, legalábbis nálam, és egyébként valóban elég fontos. Én még nem jöttem rá a kulcsára, én ezzel még nem tudok mit kezdeni. Ha esetleg valaki már igen, nyugodtan megoszthatja a tapasztalatait. Vágj bele!
Imáid és pozitív elvárásaid meghallgattattak és megválaszoltattak. Itt egyébként nagyon fontos, hogy múlt időben fogalmazunk, mintha már egy pozitív eset megtörtént volna. Szóval valamit szeretnél elérni az életedben, valami célod van, ezt mindenképpen érdemes megfogadni, hogy mindenképpen múlt időben fogalmaz, mintha már túl lennél rajta, már megtörtént volna, és ez gyakorlatilag ráhangolod a testedet, hogy valóban az elmédet, meg mindenedet, hogy ez tényleg valóban bekövetkezzen. Közösen dolgoztunk veled ezen a helyzeten, annak kezdete óta. Nyilván. És tovább örködünk feletted, és minden érintett felett. Kövess tovább jelenlegi utadat, hiszen ez tényleg nagyon messzire visz téged. Na, hát valami nagyon nagy dolognak a kezdete. Egyébként hozzáteszem, hogy nagyon jó mantra minden nap elejére, hogy ez ma csodálatos nap lesz, sőt, ez a mai nap lesz életed legcsodálatosabb napja, és minden nap egy új kezdet, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hozzáállás, attól függetlenül, hogy ez most jóslásnak tekintjük-e vagy sem. Segít neked ebben a vágj belében Cupido, mint hogyha tegnap is szerelmes dolgok jöttek volna, meg új társak jöttek volna ki ennek a narancssárgának. Szóval a szerelem csodálatos hullámait küldjük szívedbe és elmédbe, felébresztve benned az élet iránti szeretetet. A romantika elfogadásának és átérésének tiszta döntése indította be ezt az újraébredést. Engedd meg magadnak, hogy önszántadból ünnepeld a szerelmet, és annak minden dicsőséges aspektusát ünnepelhesd. Na, tehát narancssárgának a fő feladata, hogy vágjon bele, és keresse a szerelmet, gyakorlatilag keresse a szeretetet. Hangolodjon rá egy romantikus érzésre. Egyébként ez is érdekes, hogy ezt is nagyon sokan elmondják, hogy ha szerelemre vágysz, akkor gyakorlatilag teremtsd meg ennek a feltételeit te. Na szóval, hogyha szerelemre vágysz, akkor mennyire legyed egy romantikus vacsorára, hogyha pedig virágra vágysz, akkor mennyire el is vegyél magadnak, vagy szedjél magadnak. Szóval ne arra várj, hogy más tegyen boldoggá, hanem teted magadat. Na szóval, tehát a lila a tisztítás és méregtelenítés, a narancsárga pedig a vágj bele feladattal indulhat neki ennek a mai napnak. Hát akkor szép napot kívánok nektek, és jó fejlődést! Szervusztok!